az Aster Novi Belgi Patricia Ballardot szeretném bemutatni. Ez a kopasz, lilás, rózsaszín, őszi rózsa. Itt ilyen 1 literes, 1,5 literes, 2 literes konténerekben forgalmazom. Lehet látni, hogy mennyire nagyon szép színe van. A levelei azok hosszúkás, lándzsásak, aprók. A virágai azok teltek, vagy félig teltek. A nyelvés virágok lilás, rózsaszínek. Augusztustól októberig virágzik, és napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Hát én azért mindig azt szoktam mondani, hogy ez a félárnyék, ez akár lehet úgy is, hogy nem egész nap félárnyékban van, hanem mondjuk, hogy délután ilyen 2-től 3-tól, mondjuk nem közvetlenül éri a nap, hanem mondjuk fölötte vagy arrafele van mondjuk egy sejemakász, és kicsit egy ilyen szűrt napfényt enged hozzá be. Ez, hogy augusztustól októberig virágzik, azt hiszem, hogy ez az asztereknek a kulcsa, hogy a legtöbb kertben Magyarországon ugye olyan évelő növények vannak, amik ugye tavasszal virágoznak, vagy késő tavasszal, vagy esetleg koranyáron, és akkor ősszel alig-alig marad valami, hát kérdezem, az asztereknek a fantasztikus. És hát mi az aszter, az ugye semmi köze a krizantémhoz, de ugye krizantémtől ugye félnek, mert temetővirág vagy stb. Kérdezem, az aszter az egy fantasztikus, vadregényes, romantikus hangulatot adó olyan virágzó évelünk, amely gyakorlatilag a nyár végét és az őszt, az ősz elejét a színessé teheti, és ezt kérem szépen, ez a Patricia Ballard, ez egy ennyire fantasztikus színvilággal kápráztat el bennünket, úgyhogy érdemes akár sziklakertekbe, akár ágyásokba, akár ilyen kertet leválasztó kis sövényként beültetni, nagyon-nagyon jól lehet alkalmazni, egyszer kell elültetni évelőnövény, és aztán tényleg, hát ha nem is örök életre, de sok-sok évtizedre szólhat a kertünkbe, ha a Patricia Ballardot választjuk.